Köszöntöm Önöket! Tekintsék meg mai adásunk tartalmát! A most következőkben a március 6-án, Nagybőjt 4. vasárnapján a Baksi templomban Norbi atya által celebrált a tékozló fiú témájú szentmisén készült felvételünket tekinthetik meg. Az összes angyalokat és szenteket és titeket testvére.
Istenünk, te szent fiad által csodálatos módon magadhoz békítetted az emberiséget. Engedd kérünk, hogy keresztény népet készséges önálladással és élő hittel készüljön a közelgő ünnepekre. Ami Úr Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és tartozik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Yeah.
Elégi az ígéret földjét. 40 évig tartott a pusztai vándorlás.
éhezés, rablótámadások, veszély, hihetlenség, pusztaság, minden, ami nehézséget el lehet képzelni, és most az az öröm éri a választott népet, hogy elérte Kánaán a teljes mézzel folyó országot, amelyet Isten neki megígér, és ott hallottuk most már annak a földnek a terméséből étkeznek, táplálkoznak, és a manna, amely a pusztai életnek volt az eledele, az most megszűnik, hiszen annak már nincs jelentősége, most már annak a földnek a gyümölcseit fogyasztják, ahova érkezni vágyakoztak, beteljesedett ez a vágyuk. A Szentleckében Pál apostol korintusiakhoz szólva azt az örömét osztja meg a levél címzeteivel és velünk később élő keresztényekkel is, hogy Isten Jézus Krisztusban kiengesztelődött a világból. Ő, aki teljesen ártatlan volt, értünk bűnné vált. Saját testében fölhordozta a mi sok-sok tékozásunkat, sok-sok hibánkat és bűnünket a keresztfára, Golgotára, és ott meghalt értünk, szeretetből önként vállalva halált. És a harmadik napon bekövetkező feltámadásával megváltott bennünket. Ezt a jó hírt osztja meg a mai napon hálapostól velünk is, és ezért kér bennünket, hogy Krisztus nevére mi is engedjük ki egymással, a Isten mindannyiunknak közösen egyenként megbocsájtott és felkínálta az üdvösség lehetőségét, akkor mi is próbáljunk meg kiengesztelődni egymással. És szintén egy kiengesztelődés szerepelt a mai evangéliumban, az egyik legismertebb példabeszéd, amikor a tékozó fiú hazatér, és az atya pedig nagy örömmel fogadja őt. Így szokták ezt a példabeszédet írni, hogy a tékozó fiú példabeszéde, de úgy gondolom, hogy még szebb lenne az a név, és talán alkalmasabb is, hogy az irgalmas atya példabeszéde. Hiszen elsősorban nem is a fiú a főszereplő, hanem az atya, az apuka, aki már messziről figyeli a látóhatár, és amikor meglátja, hogy hazafelé botorkál az ő tékozó fia, akkor nem bölmedet készel várja, hogy majd csak ide ér az ajtóig, hanem kimegy elé, oda megy, átfogja a nyakát, átfogja, üdvözli, mint egy rég nem látott kedves rokont. És, ahogy hallhatunk, teljes mértékben kegyes hozzá, irgalmas, hiszen megbocsájt neki. A példabeszéd értelmében két fiúnak a példája tulajdonképpen minden egyes emberre vonatkozható. Persze mi néha az idősebbik fiút próbáljuk alakítani, néha a tékozó fiút, ez általában vegyítve szokott előfordulni egy-egy emberi életbe, de vannak olyanok, akik ragaszkodnak az egyikhez, illetve a másikhoz. Hiszen mindannyian vannak köztünk emberek, mi is néha arra törekszünk, hogy hibátlannak mutatkozzunk. Hiszen ez az idősebb fiú ilyen. Egy eminens gyerek mindent megtesz, amit az atya kér tőle, ahogy ő maga is mondja, egy parancsolat soha meg nem szegtem, és te még egy györöjét sem adtál nekem, hogy mulathassak egyet. De teljesen rendes, teljesen minta gyermek, akiről itt hallunk. És mégis mi is próbálunk néha ilyenek lenni, elrejtegetni a hibáinkat, hiányosságainkat, mások előtt jó színben fölültetni magunkat, próbálni magunkat minél jobban eladni, minél jobb színben fölültetni, és ezt nem is feltétlenül rossz szándékkal tesszük, hanem egyfajta egészséges érvényesülésnek a formája is lehet ez. És ott van a másik fiú, aki egy tékozó fiú, aki kikéri az apja vagyonát azelőtt, hogy az apja meghalt volna. Ugye már ez egy sértés az apának, ő még életben van, a fia pedig már kikérte a vagyonosztást. Elkéri a pénzt, elmegy mindenféle hiába,
és olyan megalázó élethelyzetbe kerül, hogy a disznó ételében is képes lenne enni azoknak a disznóknak az ételéből, amely állatok egy zsidó számára tisztátalan állatok. És ebben a megalázottságban gondol arra, hogy hát azért atyám házában a béreseknek, a munkásoknak is jobb dolga van, mint nekem itt. Fogom magam, fölkelek, oda megyek atyámhoz, elnézést, bocsánatot kérek tőle, és azt mondom, hogy legalább a béreseik közé, a munkásai közé legyen is föl, ha már a fiának nem vagyok méltó lenni. Mi emberek is megéljük ezt, amikor fölösleges tevékenységekre, fölösleges örömökre használjuk az életünket, amikor Istentől és az általa felkínált boldogságtól távol vagyunk, mi is képesek vagyunk végigozolni bűnöket, hibákat, elkövetni Isten és embertársak iránt egyaránt. Hogy mind a kettő előfordulhat a mi életünkben, de vannak olyan emberek, akik ragaszkodnak vagy egyikhez, vagy másikhoz. Rembrandtnak, a híres holland mesternek van egy szép alkotása, tékozló fiúról, azt a jelenetet ábrázolja, amikor a fiú hazatér, ott térdel az apja elő, és az apjának a két keze, az rajta nyugszik a vállain. És az éles szemű műértők azt mondják, hogy különbség van a két kéz között. Az egyik kézfeje az olyan, mint egy férfinak a kézfeje, a másik pedig inkább nőies. És erre mondják azt, hogy tulajdonképpen az apának megjelenítése, a tulajdonképpen a mennyei agy megjelenítése ezen a képen, amelyel Rembrandt valószínűleg azt akarja kifejezni, hogy Istenben az atyai, a édesapai szeretet, az édesanyai szeretet ugyanúgy megvan. Ő az, aki igazságosan, aki keményen tudja nevelni a gyermekeit, aki, hogyha úgy jön össze, akkor még egy pofonnal, helyreigazító pofonnal meg is tud bennünket lepni, mint egy édesapa, aki igazságos akar lenni, de ugyanakkor irgalmas is. A másik oldal pedig egy gyengéd szeretet, egy gondoskodó, egy magához ölelő anyai, bátorító, vigasztaló szeretet, másik kézfej példájában. És mivel a művészet, a történelem, a Biblia az hajlamos elég egy olyan Istent állítani az Atya képében, aki egy férfi, azért mi tudhatjuk azt, hogy Isten legalábbis Jézus Krisztus személyén kívül nem létezik nemi besorolás. Az Atyát és a Szentet nem lehet azt mondani, hogy ők férfiak vagy nők, hiszen ők lelkek, lelki tényezők, nincs testük, ellentétben például Jézussal sem, így nem mondhatjuk azt, hogy egyértelműen egy férfiról van szó, bár mondom a történelem inkább ehhez próbál bennünket igazítani. És valóban igaz, amit ez a kép sugallni hozzá számunkra. Istenben az anyai és apai szeretet ugyanúgy megvan, mind a kettő. És mind a kettővel felénk fordul. Próbál fölemelni bennünket, vigasztalni, vágyolgatni, ahogy egy édesanyától elvárhatnánk. És ugyanakkor próbál bennünket erősen megtartani, a jóra nevelni, megtartani abban, amit ő helyesnek tart, és adott esetben érzattal elindított helyreigazítással bennünket a jó útra visszatéríteni. Mennyei Atya példája nyilvánul meg ennek az irgalmas apukának a történetében. Mind a két fiú élete megnyilvánul a mi életünkben is. Én a mai napon azt szeretném mindenki, minden jelenlévőnek és minden hallgatónak tanácsolni, hogy merjünk mi is hasonlóak lenni, mint a tékozó fiú. No, nem abban, amit először elkövet, mert az nem követendő példa, hanem abban, amikor észreveszi azt, hogy rossz úton van. És akkor nem merül el az önsajnálatban, nem mondja azt, hogy hát most már reménytelen a helyzet, nincs mit tenni, nincs hova menekülni,
mondja, hogy jó, lehet, hogy már a fiának nem fogad vissza az édesapám, de azért elmegyek, bocsánatot kérek tőle, és megpróbálok legalább a véresek közé helyezkedni. Ez a bűnbánatnak, a megtérésnek az egyik folyamata. És úgy gondolom, hogy mindannyian, mivel egyikünk sem teljesen ártatlan, ezért alkalmazhatjuk az ő módszerét. Megbánva azt, amit elkövettünk, akár Isten, akár embertársak, akár magunk ellen, odafordulni, ami mennyei atyánkhoz, és bocsánatot kérni tőle. És ugyanaz fog megtörténni, ami az evangéliumban. Az atya nem is engedi, hogy a tékozó fiú végig mondja a beszédét. Odáig már nem is jut el, hogy legalább a véresei közé fogadjál vissza, hanem megöleli, magához szorítja, megcsókolja, és szól egyből, hogy na, hozzátok a gyűrűt, a sarut, vágjátok, készítsétek a hízlalborjuk, mert most nagy örömünk lesz. Jobb ezt a példát követni, mint a másikat, hiszen hallottuk, amikor megérkezik az idősebb testvér a munkából, akkor méltatlankodik. Pedig ő egy tökéletes, egy eminens tanuló, és mégis amikor látja, hogy mi történik, akkor hiányzik belőle az, ami az édesapjában megvan, a megbocsájtás, az irgalmas szeretet. Hiszen azt mondja, hogy micsoda dolog ez. Hazatér ez a senki házi, aki az egész vagyont elpazarolta rossz nőkre, mit tudom én mire, most hazajön, és az én édesapám úgy fogadja, minthogyha semmi nem történt volna. Hát hol itt az igazság? És itt vagyok én, aki mindenben teljesítem, amit elvár, és mégis nekem még egy örüljét sem adott, hogy nyulathassak a barátaimmal. Úgy tűnik, hogy ez igazságtalan helyzet. És az atya kijön elé, és ő maga próbál neki segíteni. Így nyilvánul meg az, amit az előbb mondtam a képre a festménnyel kapcsolatban. Ez az apuka egyszerre tudja szeretni a fiait női és férfi szeretettel is, anyai és apaival. Hiszen amikor jön a tékozó fiú, őt megvigasztalja, magához emeli, megbocsátja neki az elkövetett hibáit, bűneit, és azt mondja, hogy gyere, és ezáltal az egész Szent Háromság szeretetét.
mindannyiunkat. Úgy tekint ránk, mint tékozó fiúkra, akik a hazafelé vezető úton gondolnak, zarándokolnak. Kívánom a számunkra, hogy a tékozó fiú lelkületével bocsánat kéréssel tudjunk fordulni a mi irgalmas atyánk felé, és amennyiben tudunk, menjünk az úton, hogy minél sikeresebbek lehessünk, és ha találkozunk más tékozó embertestvérekkel, akkor próbáljunk őket is segíteni a hazafelé vezető úton. Isten Isten irgalmas, szeret bennünket, és mindannyiunkat hazavár. És az a jó hír, hogy bennünket az idősebb testvér Jézus Krisztus is hazavár. Amen. Testvéreim, halljuk meg közösen együnket, hiszek egy Istenben. Megbocsássunk, és így mi magunk is elnyerhessük őket.
dicsőségére, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És veled. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Miért Úr és Istenünk is. Hűséges és irgalmas Atyának hálát adunk néked, mert megnyugtattad fiadat Jézus, Urunkat és testvérünket. Ő szerette a szegényt, a beteget, a kitaszítottat és a bűnös. Nem ment el részvét nélkül, semmiféle hínség mellett. Az ő élete és tanítása arra mutat minket, hogy olyan Isten vagy, aki úgy visel az Urunkat, mint ahogy egy atya törődik gyermekével. Nagy jóságodért és hűségedért magasztalunk téged, s az angyalokkal és a szentekkel együtt fölséged dicséretét szentjük. Az egyház minden tagja megértse az időnk jeleit, és
növekedjen az evangéliumhoz való hűségben. Nyisd meg szívünket a körülöttünk élő emberek iránt, hogy szeretettel megosztjuk bánatukat és aggodalmaikat, reményeiket és örömeiket, és utat mutassunk neki az üdvösségre. Mennyei Atyán, irgalmas testvéreinknek, akik Krisztus békéjében mondtak el, és légy irgalmas mindennek volthoz, akinek hitét csak te ismerted. Támaszd fel őket a végső napon. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodba, ahol az élet teljessége és az örök dicsőség vár rám. Engedünk, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, az apostolokkal és a vértanokkal, Szent Perpétuával és Felicitásszal, Aquinói Szent Tamással és minden szenteddel együtt, Urunk Jézus Krisztus által, téged dicsőítsünk és áldjunk. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Isten Atyának hívjuk, testvéri szeretettel, bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj miatt éljünk. Végre minketbe várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Krisztus, ami békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, ne békeinket nézve, hanem egy házat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a békéjével. Amen.
Könyörögjünk. Istenünk, te megvilágosítasz minden embert, aki a világra születik. Kérünk, ragyogja beszélünket, kegyelmet fénye, hogy mindig úgy gondolkodjuk, ahogy hozzád méltó, fölségednek kedves, és őszintén szeressünk téged. Krisztus, a mi úrunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek, miserendünk szerdán, pénteken 8 órától van lehetőség szentmisén részt venni, vasárnap pedig nagybőt 5. vasárnapján 9 órától, pénteken 7:30-kor fél órával a szentmise előtt kezdődik a keresztút, mindenkit nagy szeretettel hívunk, akár a szentmisére, akár a keresztútra elkísérni a 4:14 állomáson Jézus részt venni az ő zarándok keresztútjában, és felajánlani hálával azt, hiszen Jézus ezeket az állomás helyeket mi érettünk, a mi boldogságunkért vállalta. Most a szentmiség egy szentségimádással, egy rövid szentségimádással fogjuk befejezni, úgyhogy kérem, hogy a szentségi áldás után kapjuk majd az elbocsájtást. Az igazságosság és szeretett tárháza. Írva van az
szíve minden dicséretre legméltóbb szív. Jézus szíve minden szív királya és központja. Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak. Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik. Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvet el. Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk. Jézus szíve, aki után ősatyáink vágyakoztak. Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív. Jézus szíve, dúsd gazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak. Jézus szíve, az élet és szentség forrása. Jézus szíve, védkeinkért engesztelő áldozat. Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív. Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív. Jézus szíve, mint halálig engedelmes szív. Jézus szíve, láncsával átvert szív. Jézus szíve, minden vigasztalás forrása. Jézus szíve, életünk és feltámadásunk. Jézus szíve, békességünk és kiengesztelődésünk. Jézus szíve, bűnösök áldozata. Jézus szíve, benned remélünk üdvössége. Jézus szíve, haldoklók reménysége. Jézus szíve, minden szentek üdvössége. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, hallgass meg. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szent szíved szerint. Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekint szeretet fiad szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad leó. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik szent fia Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben mindörökkön örökké.
Március 4-én, pénteken, Nagy Tamás tartott előadást az ökoméhészetről Ópusza szeren a Vackorkuckóban. A most következőkben az eseményen készült felvételünk első részét tekinthetik meg. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Hát most az ökoműhely kis ötös sorozatunknak az utolsó tagjához értünk, mégpedig egy kicsit méhészkedni fogunk, de Deák Albert azt mondta, hogy jön, úgyhogy ha tényleg van igény, akkor ő már jövő pénteken itt lesz, úgyhogy ezt majd a vége felé megbeszéljük, jó, hogy ki az, aki tényleg tud jönni. De most itt tartunk, hál' Istennek, és szeretném bemutatni Nagy Tamást. Én már elég jól ismerem, de csak úgy gondolom. Próbálkozom már 15 éve, vagy mennyi is van, még több. Jó. A lényeg, hogy a méhek és a méhészkedéséről fogok mesélni, és át is adom. Szeretettel üdvözlök mindenkit, örülök, hogy itt összejöttünk ennyi. Igazából nem tudtam, hogy hányan leszünk. Nem sokan jeleztek vissza, mert örülök neki, hogy ennyien érdeklődtek a méhek élete iránt. Hát ugye a méhek mindig is egy különleges helyet foglaltak el az ember életében. Ezt szerintem nem kell ecsetelni, ezt a legtöbben tudjátok, és nem csak azért, mert mézet adnak az embernek, hanem az életmódjuk a természetben elfoglalt helyük olyan, hogy akár példamutató is lehet az ember számára. Szerintem a méhek biológiájáról egy pár szót azért ejtenék. Biztos sokan tudjátok, hogy is néz ki egy méhcsalád, hogyan élnek a méhek, de nem biztos, hogy mindannyian mindent tudtok. Illetve előtte még megkérdezném, hogy van-e közületek olyan, akinek otthon vannak méhei, illetve hát méhekkel akik együtt. Igen, azt tudom, hogy neked van, de akkor a többiek azok így a méhészkedésben még nem fogtak bele. Nem is nagyon van akkor ismerettségetek ilyen. Jó, csak azért kérdezem, mert akkor így megpróbálom egészen az alapoktól kezdeni, hogy egy kicsit lássátok, hogy miről is van szó. Tehát, ahogy mondtam, a méhek családban élnek, mondhatjuk úgy, hogy társadalomban, de azért nem mondom, hogy társadalomban, mert valójában ténylegesen egy nagy családról van szó, hiszen valamilyen szinten mindegyik méhecske rokon a másiknak. Ugye ez abból adódik, hogy egyetlen egy olyan méh anya van, aki az összes petét lerakja. Tehát minden ott kikelt méhecske, attól az egyetlen egy méh anyától származik. Legalábbis egy éves időszakot tekintve. Majd aztán mindjárt elmondom, hogy miért vannak ilyen éves váltások. Ugye egy méh anya életében egyetlen egyszer vagy egyetlen egy rövid időszak alatt párosodik, akkor néhány herével párosodik, és aztán ez a párosodás ez neki egész életére elég, tehát olyan 4-5 évig. 4-5 évig él egy méhecske, és ő eltárolja azokat a hími vaserteket egész életére. Azt a sok százezer petét, amit lerak élete folyamán, vagy hát több százezer biztos, hogy van, most azon gondolkoztam, hogy eléri az 1 millió, de lehet, hogy még azt is. Azt mind abból néhány alkalommal történt párzásából, tehát egy időszakban végzett párzásából folytatja. Tehát innen nézve valóban minden méh családban lévő méhecske rokona egymásnak, bizonyos szinten ugye testvérei is, tehát nyilván ez az a szál, ami összetartja őket, de azért ennél kicsit bonyolultabb a helyzet, majd megpróbálunk egy kicsit jobban belemenni ebbe is. Na most, hogy néz ki egy méh család? Tehát, ha elkezdjük ilyenkor kora tavasszal, ez talán egy jó kiinduló pont lehet, ugye átteleltek a méhecskék, most már, hogy nem, idén ugye nem is nagyon volt kemény tél, de hogyha lett volna kemény tél, februárban úgyis elkezdik már a fiasítást, tehát az azt jelenti, hogy télen ugye nem raknak, nem rak az anya petét, nem nevelnek méhecskéket,
Aztán ilyenkor tavasszal, ahogy telik az idő, hosszabbodnak a nappalok, ugye nekik a nappalok hosszabbodása, vagy a naphoz igazodás az egy kulcsfontosságú tényező az életükben. Ahogy hosszabbodnak a nappalok, szinte azt lehet mondani, hogy az időjárástól függetlenül elkezdik a petéket rakni az anyák, és akkor elkezdődik egy kis fejlődés. Ugye az a mély család, ami áttelelt, az elkezd növekedni. Próbáljuk meg úgy elképzelni a mély családot, hogy tulajdonképpen ez egy önálló lény. Most egyre többen hangoztatják manapság már ezt, hogy valójában egy mély család az egy szuperorganizmusnak nevezhető. Tehát egy olyan lény, ami önmagában egy lényt jelent, és a kis egyes méhecskék valójában az ő a mély lénynek a sejtjei. Ugye mindegyik más szerepet tölt be. Tehát így is fölfogható, és ilyenkor a mély lény elkezd növekedni. Tehát valójában ugye most nem szaporodás történik, hiába kezdi el az anya lerakni a petéit szép lassan a lépekbe, és elkezdődik a fiasítás, elkezdődnek fejlődni az új méhek, hanem arról van szó, hogy ez a mély lény ez elkezd most növekedni. Növekszik, felhasználja az erőforrásait, amik megmaradtak még tavalyról, azokat, mint tartalék erőforrásokat, illetve hát most már, hogyha olyan az idő, akkor lehet, hogy láttátok is többen elindulnak kifelé. És amint az időjárás engedi, akkor koratavaszi virágokról elkezdenek gyűjteni. Na most mire van szüksége ennek a mély lénynek? Ugye azt mindannyian tudjuk, hogy mézet állítanak elő. Szerintem azt is tudjátok, hogy ugye ezt nektárból állítják elő, ezt a mézet, de vajon ez a legfontosabb táplálékuk a méheknek? Igazából azt lehet mondani, hogy ez nem is annyira táplálék, mint inkább energia. Tehát az energiájukat innen nyerik. A táplálékban sokkal fontosabb a virágpor. Tehát ugye ilyenkor nem csak a látványos színes virágokról gyűjtenek, mert abból eleve ilyenkor még kevés van, hanem a fiasításnak sokkal inkább szüksége van virágporra. Persze nektár a mézre is, de azt jobban el tudják raktározni, és az általában marad még tavalyról annyi, hogy ilyenkor elég nekik. Úgyhogy ilyenkor elkezdenek gyűjteni virágport legintenzívebben, hát ha van nektár, akkor persze nektárt is, de szinte fontosabb ilyenkor a virágport nekik, mint a nektár. Úgyhogy hát hol találhatják ezt meg ilyenkor? Elsősorban olyan korán virágzó barkás növényeken, mint mondjuk a fűz, vagy a mogyoró, így van, de persze vannak egyéb cilfa, mondjuk a cilfa is egy korán virágzó növény, tehát ezekről tudnak elég jól ilyenkor gyűjteni. Most a méhecskék, eredetileg a méhek azok trópusi eredetű állatok, a mi méheink is. Ugye a jégkorszak, ahogy húzódott itt vissza a jég, ők úgy tudtak egyre éjszakabbra terjeszkedni. Hát manapság már Szibériában is élnek méhek, sőt Kanadában is, tehát a leghidegebb területeket is elfoglalják, hiszen nyáron ott is rengeteg a virág, csak hát ott úgy kell felkészülni, hogy ott egy hosszabb téli időszakot kell átvészelni. Úgyhogy éppen azért, mivel hogy a méhek trópusi eredetűek, és jó néhány fajuk még jelenleg is a trópusokon terjedt el. Nálunk igazából ugye a legismertebb ez a házi méh, vagy mézelő méh. Ez szintén egy kicsit melegigényes. Tehát ha megfigyeljük, hogy mondjuk egy szőrös poszmék, ezek a dongók, amiket ismertek, vagy egy kékfa dongó, ezek kicsit jobban alkalmazkodtak a hideghez, ők már ilyen 5-6 fok körül elkezdenek kiállni, 5-6-7 fok körül. A méheknek azért legalább egy 10 fok kell, hogy elinduljanak, de inkább így 12-14 fok, amikor úgy intenzívebben beindulnak. Hát mostanában hál' Istennek voltak ilyen napok, így az esők között itt-ott, úgyhogy ilyenkor már a fiasításnak tudnak gyűjteni. Tehát ugye kell nekik méz, kell nekik virágpor, és tulajdonképpen táplálékban ez a kettő, ami a legfontosabb, a többit azt ők ebből a, tehát a nektárból és a virágporból elő tudják állítani maguknak. És akkor térjünk vissza, hogy mi történik ilyenkor a mély családban. Tehát az anya elkezd ugye petézni februárban, először csak keveset, egy kis
picike kis fészek kezdemény van. Fészeknek nevezzük, mert ugye egy helyre petézik a lépnek egy területére, és azt melegíteniük kell. Ugye februárban azért elég hideg van még, azt a méheknek melegíteniük kell, hogy ott fejlődni tudjanak az utódok. Hát hogy tudják ezt melegíteni? Úgy, hogy elkezdenek mézet enni, és a mézet elégetik a szervezetükbe. Hőt fejlesztenek, ezt pedig úgy fejlesztik, hogy elkezdik a szányizmaikat ezektetni. Tehát egy izommunka. Nem repülnek ott bent, nem is mozgatják nagyon a szárnyukat, csak a szárnyizmaik rezektetésével ők hőt termelnek, és képesek olyan hőt termelni, hogy akár egy februári hidegben is a fészekben megőrizzék azt a 35-36 fokot. Tehát nekik az a fő feladatuk most, hogy a fészket melegen tartsák. Egyébként télen, amikor nincs fürsítás, akkor is akkor úgynevezett telelőfűrben telelnek, akkor is meleg van oda bent, mondjuk nem ennyire, de ott is lényegesen magasabb hőmérsékletet tudnak tartani a környezetnél, és akkor a telelőfűrben mindig változik, hogy melyik méhecske van kívül, melyik belül, ugye éppen annak megfelelően, hogy milyen állapotban van. No, lényeg az, hogy most ugye most használják föl a maradék mézüket, és szinte ez a tél vége, kora tavasz a legkritikusabb időszak nekik. Mert hogyha mostanra elfogyott a mézük, ugye nem tudták jól beosztani, akkor bizony előfordul, hogy méz nélkül maradnak, nem tudják a fiasítás megfelelő hőmérsékleten tartani, és akár ebből bele is pusztulhat az egész család. Tehát nekik ez a téli, meg a téli koratavaszi időszak. No, és aztán elkezdődik ugye ennek a mélynek a gyarapodása, ahogy kelnek ki az új méhecskék, azt lehet mondani, hogy sejtről sejtre szaporodik, egyre nagyobb lesz ez a mélyény, és az a mondjuk 10-20 ezer áttelelő méhecske, ez most kora tavasszal nagyon gyorsan fejlődik a méhcsalád, ez a létszám, ez hamar 30-40, 50 ezer, vagy akár még magasabbra emelkedik, ahogy ugye most egyre több a virágzó növény, egyre több lesz a nektár. Így fejlődnek tovább a méhecskék. Aztán egyszer csak elérik azt az állapotot, hogy kívülről ugye hatalmas mennyiségű nektárt, meg pollen tudnak hordani, tavasszal lesz nekik általában nem jelent gondot, főleg ha egy virág, mondjuk egy akácvirágzás, vagy egy virág tömegesen beindul. És ezt az erőforrást ők ki is használják, nem csak arra most már, hogy növekedjen a mélény, hanem elkezdenek ráállni arra, hogy nekik szaporodniuk kéne. És hogy néz ki egy méhcsaládnál ez a szaporodás? Hát nem úgy, hogy az anya elkezd ész nélkül petézni, hanem új anyát kell nevelniük. Tehát ahhoz, hogy szaporodjanak, a méhek rajzással szaporodnak. Nem tudom, látott-e már valaki rajt közületek, de gyakorlatilag ugye rajzással szaporodnak, tehát az azt jelenti, hogy a méhcsalád egy része a családból elmegy és új otthon keres. Majd a képeken mindjárt megnézhetjük, hogy is zajlik egy ilyen rajzás. Tehát lényeg az, hogy a szaporodásnál tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ketté válik az a méh család. Na most, hogyha ilyen összefüggésben nézzük a méheket, akkor azt lehet mondani, hogy ők tulajdonképpen nagyon fejlett élő lények, hiszen hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint mondjuk egy emlős állat. Tehát azzal, hogy állandó a idézőjelbe, tehát testhőmérsékletük, hiszen állandó hőmérséklet van odabenn, vagy azzal, hogy nagyon kicsi a szaporodási rátájuk, hiszen évente csak egy vagy legfeljebb néhány raj megy ki egy méh családból. Vagy olyan tényezővel, hogy úgynevezett mélypempővel etetik az utódaikat, ami szinte hasonlítható, hát itt kinézetre vagy összetételben nem ugyanaz, de mondjuk összehasonlítható egy emlős tejjel, tehát ők ugyanúgy táplálják a kicsinyeiket. Ilyen szempontból is azt lehet mondani, hogy fejlett lényekről van szó. Na, én azt javaslom, hogy nézzük bele a képekbe. Itt bekapcsolhatom. És akkor a képek alapján szerintem jobban végig is tudunk menni, hogy is néz ki a mi a család élete, illetve maga a rajzás, hogy néz ki. Okay. Ja, csak egy kicsit várunk, kicsit lassan bemelegszik. Jó.
Na most ugye, aztán itt jön közben az ember, hogy ő milyen szerepet kap a méhek életében manapság. Tehát azt tudni kell, hogy az Apis mellifera, az a mészelő méh, házi méhnek is szokták nevezni, elméletileg megélne ember nélkül is itt Magyarországon is. Azonban manapság már egyre inkább az emberre van szorulva, több tényező miatt. Az egyik legfontosabb az különböző betegségek, leginkább egy élősködő, de majd akkor arról is szólik néhány szó. Na most, hogyha belevágunk a képek közé, akkor amit említettem, a szaporodás a következő lépcsőfok. Itt egy méh rajt látunk. Ugye a szaporodás úgy történik, hogy a méhecskék, amikor eléri mondjuk a tavaszi napi egyenlőség után a nap egyre magasabbra, hosszabbodnak a napok, akkor nekik ez egy olyan ingert jelent, meg a kívülről befolyó ugye rengeteg nektár, meg pollen, hogy elinduljon ez a szaporodás. Ez úgy indul, hogy az anya rakja ugyanazokat a petéket tovább, mint eddig, de néhány petét úgynevezett anyabölcsőbe rak. Most hoztam is itt egy... mindjárt megkeresem. A ládában van. Hogy néz ki egy anyabölcső? Ugye ez egy idősebb lép már, ez azért lett ilyen barna, mert ebből már ki kell több generáció méhecske. A méhecskék, amikor kikelnek, akkor mindig a bábingeiket, úgy nevezik ezt a kis kitintváncét, a kitint, utolsó kitinthéjat, az benne hagyják ebbe a méhsejtbe, és akkor az szép lassan így megbarnítja. Na most, amikor nem ide rakja az anya a petéit, hanem úgynevezett anyabölcsöt húznak a méhecskék, és ebbe belepetézik az anya, akkor ebből már anya fog kikelni, méghozzá azért, mert máshogy kezdik el táplálni egyszerűen, csak azért, mert máshogy kezdik el táplálni, mint az itt lévő méhecskéket. Ugyanazt a petét rakja ide az anyabölcsőbe, mint ide a lépsejtekbe, mégis az, hogy ők végig anyapempővel etetik, az arra indukálja benne fejlődő méhecskét, hogy egy új anyává fejlődjön. Ugyanis a lépsejtekbe, a többi lépsejtbe lévő kis álcákat, ugye ezek a méhlárvák, ezeket az első pár nap szintén méhpempővel etetik, de aztán áttérnek erre a pollenes keverékre, nektár, pollen, tehát virágpor, méhkenyér, ilyesmit kapnak a kis méhecskék, és akkor kifejlődnek ugye a munkás méhek. Ha viszont végig anyapempővel etetik őket, akkor az ilyen lefelé lógó kis anyabölcsőkből anyák fognak kifejlődni. Na most ezek a fejlődő anyalárvák, ezek ugye amikor elértek egy bizonyos fejlődési stádiumot, akkor már nem kell tovább táplálni őket, hanem akkor ők bebápozódnak. Akkor lefedik az anyabölcsőt, és akkor következik néhány olyan nap, amikor mondjuk ez egy hét az anyabölcs esetén, amikor ugye báb formájában fejlődik tovább az anya, és amikor már átvedlik, tehát gyakorlatilag kifejlődik az új anya, még mielőtt kikelne, ő elkezd kommunikálni, szaganyagokat bocsát ki, illetve hát hangokat is bocsát ki, és akkor tudja már az új anya, hogy nem sokára ki fog kelni, vagy a régi anya, bocsánat, tudja már a régi anya, hogy nem sokára ki fog kelni az új anya ebből a kis anyabölcsőből, és akkor most akkor tudja, hogy itt az ideje, hogy lassan menni kell. Ugyanis két anya nem lehet sose egy családban, hogyha két anya van, akkor előbb-utóbb összetűzésbe kerülnek és komoly harc alakulnak ki. Tehát a méheknél ez így van kitalálva, hogy a régi anya elhagyja azt a kast vagy kaptárt, vagy azt az udot, amiben éppen él. Tessék, körbe is, igen, körbe is adom mindjárt. Akkor kezdjük itt. Na és akkor egy ilyen rajt láthatunk itt, hogy ugye valahol bent van a régi anya, és a népességnek egy része, mondjuk fele, harmada, attól függ, hogy mekkora a család, elindul vele együtt, és a közelbe letelepszenek. Na most ilyenkor elég békések a méhecskék, ugyanis teljesen azzal vannak elfoglalva, hogy ők ugye új otthont
keressenek. Általában a régi lakhelyük közelébe 10-20-30 méteren belül keresnek, leggyakrabban egy faágat, ahol kiülnek, de itt éppen olyan esős idő volt, úgyhogy itt beültek a verébb deszkák az eresz alá, igen, és ott csüngenek. Na most ilyenkor jöhet a méz, hogyha szeretné ezt a rajt befogni, vagy megtartani, akkor megvan erre a lehetősége. Igazából most azon gondolkodom, hogy lehet, hogy a másik mappával kezdeném. Jó? Igen, mert ott is van rajzás. Nem, menjél csak följebb a... egész idáig. Igen? Igen, és akkor itt vagyok én. Vagy az, hogy... Igen, Tamás. Hát nem kell mutatni. És akkor a méhek. Van egy ilyen méhek. Jó, és akkor ott az első. Jó. Ja. Na, itt mehetünk tovább. A harmadik képre. Na, tehát így néz ki ugye egy raj, amikor természetes módon általában egy faágra felepszik rá, és eltölti a következő néhány órát ott. Na most ezt tudni kell, hogy nem sokat szoktak itt lenni. Általában csak néhány órát, vagy maximum egy-két napot. Ugyanis ilyenkor elindulnak a kereső méhek, ugyanúgy, amikor a virágmezőt keresik, ők most ugyanúgy elindulnak, csak nem virágokat fognak keresni, hanem egy új méhlakást. Ugye mi ez a méheknél leggyakrabban? Hát a természetben ez egy fagdu lenne. Tehát a méhek úgy alakultak az évmilliók alatt ki, hogy ők a fagdut tekintik természetes életterüknek, és az egész létrendszer, az egész életmódjuk, a viselkedésük ahhoz alakult ki, hogy ők egy fagduban érzik magukat a legjobban. Most ez egy kulcsa annak, hogy természetes módon ugye, hogy lehet méheket tartani, vagy hát most nehéz más szót erre találni, én azt szoktam mondani, hogy méhekkel együtt élni, mert méheket tartani nem lehet olyan értelemben, mint más állatot. Tehát nem tartunk úgy méheket, mint mondjuk tyúkot, vagy birkát, vagy akármit, mert ők azért ennél sokkal függetlenebbek, de nyilván valamilyen kapcsolatot kialakíthatunk velük. Tehát, és akkor ez jelenti az alapját, hogy honnan is induljunk ki, hogy az ő természetes otthonuk az egy méhódú. Egy olyan faudú, amiben ők jól érzik magukat. Nyilván az ember manapság már egyre inkább elszakad ettől, nem azért, mert a méheket nem szereti vagy szereti, hanem egyre inkább ugye a gazdasági célük, a profit a cél, és bizony egyre eltávolodik a mai méhészet attól, hogy a természetes méhódúhoz közelítsen. Na most azt mindenkinek magának kell aztán eldöntenie, hogy mennyire távolodik el ettől. A legideálisabb egy természetes odú lenne, de abból igen-igen nehéz kiszedni bármennyi kis mézet is. Tehát, hogyha az ember úgy dönt, hogy neki nincs szüksége mézre, hanem ő csak szeretne egy méhcsaládot a kertjébe, a kert végébe, akkor az is egy jó megoldás lehet, hogy betelepíti egy faudúba. Ha viszont egy kis mézet szeretne, akkor itt már jönnek a kompromisszumos lehetőségek, hogy melyiket, hogy mikor alkalmazzuk. És akkor arról is ejtek majd néhány szót, de akkor térjünk vissza ide a rajzáshoz. Tehát ugye a rajzás úgy indul, hogy egy általában ez a május környékén szokott beindulni a rajzás, vagy júniusban esetleg, de május második fele, június első fele a legoptimálisabb. Tehát amikor az a bizonyos anyabölcs, amit mutattam, abban az új anya eléri azt a fejlettségi stádiumot, akkor egyszer csak elindulnak a méhecskék, egy részük, szinte hömpöl jönnek ki a kaptából, olyankor fantasztikus látvány. Hát azt már nem csittem el a fényképezővel, csak azt, amikor most kint vannak. És akkor ilyenkor egy nagy felhőbe zümmögnek ott a régi lakásuk körül, és ugye várják, hogy mikor jön ki a régi anya. És a régi anya egyszer csak ugye kijön, hát azt nem látjuk, hogy hol, ugye több, sok ezer méhecske közül, de valahol ott van ő is, és az anya le fog telepedni egy valamelyik környező fának, általában egy faágára. Ha tovább megyünk, akkor láthatjuk, hogy itt még megy a keresgélés, de itt már a szomszédos fa környékén lehet látni azt a nagy méhfelhőt.
Tehát valószínűleg oda néztek ki maguknak egy helyet, és akkor így néznek ki, amikor letelepedtek. Tehát valahova leszáll az anya, és az anya a feromonjaival, tehát a szaganyagaival oda van a méhecskét, akik kirajzottak, és az összes rajzó méhecske szépen egy fürdben letelepszik ott egy helyen. Na, és akkor innen jön a következő lépés, menjük vissza egy kicsit, még majd mondom. Tehát egyrészt ilyenkor nagyon szelidek, hogyha mondjuk nem este zavarjuk őket, vagy alkalmatlan időben, de általában a rajzás környéken nagyon szelidek szoktak lenni, tehát annyira, hogy szinte meg is lehet őket fogni, vagy hát nem szinte, hanem teljesen meg is lehet őket ilyenkor fogni. Bele lehet, hogyha az ember nem fél, bele lehet akár szép lassan, óvatosan nyúlni egy ilyen rajba is. Fantasztikus érzés, hogy ott körülött sok ezer méhecske és egy csöcsít meg, és érzed belül a hőmérsékletét, hogy milyen meleg van belül. Na, és akkor innen elindulnak ezek az úgynevezett kereső méhek a földerítő útra. Ez akár több kilométer is lehet, akár 4-5-6 kilométerre is elmehetnek ezek a méhecskék, és megpróbálnak új méh lakásra alkalmas helyeket keresni. Hát manapság egyre nehezebb dolgok van, mert ugye sajnos tudjuk, hogy az erdészet se szereti meghagyni az idős fákat, odvasodó fákat. Tehát természetes odvas fákat szinte alig találnak. Ráadásul nekik nagy méretű olduk el, tehát itt nem elég az, ami a cinkének, hogy egy kis ekkora olduba belekölt egy cinke, vagy akár egy ekkorába is, hanem nekik ugye nagy méretű kell, hogy ott ki tudjon fejlődni az egész méh család. Most ilyet manapság már nehezen találnak, éppen ezért fordul elő gyakran, hogy kéményekbe belemennek, vagy épületnek olyan zugaiba, amik alkalmasak lehetnek neki. Hát ezt ugye sok helyen nem nézik jó szemmel, és akkor hívják vagy a tűzoltót, vagy a környező lényészt, hogy szedje ki őket onnan. Persze egy kéményben mondjuk nem is lenne célszerű, ha ezt telepednének. De ezt megelőzendő, hogyha a méhész figyel egy kicsit, és hagyja rajzolni a méh családjait, akkor ilyenkor nagyon jól be lehet fogni a méheket. Megvan ennek a módja, és akkor itt, ha tovább megyünk, akkor láthatjuk is. Tehát nagyon egyszerű, mert ugye ilyenkor annyira bizalmasak, hogy oda lehet menni hozzájuk akár egy rajládával. A rajláda az úgy néz ki, mint a talul az a láda, valami olyasmi. Akár egy bödőre, vagy már a kész méhlakással, amiben ugye beszeretnék őket telepíteni itt éppen. Ezt a kast raktam alájuk, és akkor utána az a feladat, hogy valahogy ugye bele kell a méheknek kerülni. Ennek a legegyszerűbb módja az, hogyha hirtelen ráütök a faágra, vagy odaütöm a kast széléhez, és akkor ennek a fűrnek a nagy része beleesik ebbe az új méhlakásba, vagy akár a rajládába, de azt is lehet csinálni. Vödörbe, egy nagy vödörbe is van, aki abban rázza bele, gyorsan leviszi és beleönti, szó szerint az új méhlakásba. Szervusz, tehát megvan ennek a módja, és hogyha ez sikerült, akkor jön a következő lépés, hogy lerakjuk őket ott közvetlenül a fa alá mellé valahova. Nyilván ilyenkor meg kell fordítani, és akkor a méhecskék azok szépen fölmásznak, és ott kialakítanak belül egy fürtöt. Na most egy jó pár méhecske nyilván ott maradt, a másik része, a nagyobb része, ha szerencsék van és ügyesek vagyunk, akkor belekerült ebbe az új helyükbe, és bízunk benne, hogy ott maradnak. Most, hogy ott maradnak-e, az attól függ, hogy hol van az anya. Tehát, hogyha az anya ott maradt a régi helyen, akkor előbb-utóbb ezek a méhecskék szépen mind visszamennek oda. Fűtbe, és akkor vagy újra próbálkozhat az ember, ha szerencséje van, vagy nem. Na most ezt a végtelenségig nem lehet játszani, mert nyilván a méhecskék is legtöbbször még aznap tovább állnak. Tehát van úgy, hogy csak néhány órát függenek ott azon a faágon, de elképzelhető, hogy még másnap is ott vannak, hogyha nem találtak jó helyet. Lényeg az, hogy előbb-utóbb, hogyha mondjuk nem igyekszik az ember, akkor lehet, hogy azt veszi észre, hogy ott mély raj, nincs mély raj. Kimegyek egy óra múlva, és már nincs is ott semmi, mert ők akkor tovább álltak, és lehet, hogy több kilométerre elmennek, és beköltöznek már egy új helyre. Na most hogy döntik el, hogy mi a jó hely? Ugye jönnek vissza ezek a felderítő méhecskék, és mindegyik jelzi a maga módján, hogy milyen helyet talált. Ugye azt lehet, hogy többen tudjátok, hogy a méhek
úgynevezett négy tánccal kommunikálnak egymással. Tehát ugye berepül egy ilyen felderítő méhecske, jelen esetben a rajba, vagy hogyha virágmezőt derít fel, akkor a pasba, kaptárba, oduba, és ott ilyen furcsa rezegtető mozgással ő eltáncolja azt, hogy pontosan milyen irányba, milyen messzire, mekkora virágmező található. Tehát ő ezzel a tánccal ezt teljesen tudja közölni a többi méhecskével. Persze nem minden egyszerre, hanem csak a körülötte lévőkkel, de ők aztán folytatják ezt a táncot, és akkor ez az információ előbb-utóbb az egész méhcsaládon végig megy. Na most ugyanígy csinálják egy rajnál is a felderítők, és akkor megy aztán a mérlegelés, hogy ki milyen intenzitással, hogy táncolt, és akkor egyszer csak egy döntés születik, és akkor elindulnak a méhecskék a legjobbnak tűnő hely felé. De hogyha a méhész közbeszól és ezt megelőzi, akkor ez is lehet egy jó hely. És hogyha ez nekik megtetszik, és az anyát is sikerült belerázni, akkor előbb-utóbb az összes méhecskől bele fog menni. Menjünk tovább. Na most nyilván ilyenkor nagy zsongás van ott, egy részük nem került bele, vagy éppen röpködnek, vagy akkor jönnek vissza a felderítők mondjuk, vagy egy másik része meg visszaült az ágra, ezért ilyenkor nagyon intenzíven kommunikálnak egymással, ez pedig nem látvány, meg nem is hang, hanem leginkább szaganyagok, úgynevezett feromonok alapján történik. Van nekik egy ilyen feromon kibocsátó mirigyük, úgy nevezik tudományos nyelven, hogy Mazanov mirigy. Ez itt van az utolsó és az utolsó előtti potros szelvény között. Tehát láthatjátok, hogy nagyon sok méhecske itt alul olyan furcsán áll, itt kicsit megemelik a potrokukat, van amelyik csak kevésbé, van amelyik nagyon, és nagyon jól látszik, hogy ez az utolsó, meg utolsó előtti potros szelvény, ez egy kicsit itt szétnyílik, és ott, ha látni lehetne az illatanyagokat, akkor látnánk, hogy ilyen nagy felhőbe jönnek ki az illatanyagok. Ráadásul a szárnyaikat is rezegtetik, ugye ezek nem repülni akarnak, hanem ezek azért rezegtetik a szárnyaikat, hogy hagyják ezt a illatanyagot messzire. Tehát azok felé, a méhecskék felé, akik ott köröznek a környéken, és keresik, hogy most akkor hol is van a család, vagy hova tűnt a raj, ezeket szépen bevonza oda ez az illatanyag. Oké, mehetünk tovább. No, aztán a maradék az azért visszaül, hiszen ott az anyának a szaga még ott van ezen a faágon, ők még keresik az anyát ott, és hogyha ott maradt az anya, akkor bizony visszamegy a többi is, de ha nem maradt ott az anya, akkor előbb-utóbb ugye ez a szag, ez szép lassan eltűnik innen, és észreveszik, hogy ott lent hívják a többiek őket, úgyhogy ők is beköltöznek olyankor. Na, ez a másik eset, amikor nem a végleges helyükre költöztetjük őket, nem mondjuk esetleg azt nincs lehetőségünk odavinni, vagy messze van egy család, mondjuk több kilométerre, vagy szól valaki a faluból, vagy a szomszéd faluból, hogy van kint egy méhraj, el lehet érte menni, akkor ilyen úgynevezett rajlágát szoktunk vinni. Tehát ez ugyanúgy működik itt a rajnak a befogása, mint egy ilyen, mint az előbb látott kasnál. Le lehet menni a tetejét, belerázzuk, és aztán becsukjuk, és bízunk benne, hogy ha benn van az anya, akkor ugye bemegy az összes méhecske. Aztán ezt a rajládát, ezt lehet utána tovább vinni. Most az a lényeg, hogy a méhecskék minél hamarabb a végleges helyükre kerüljenek, lehetőleg még aznap. Tehát, hogyha az ember már föl van erre készülve, és tudja, hogy májusban szeretne egy méhrajt, akkor nyilván már előtte megcsinálja a megfelelő méhlakást, kitalálja, hogy miért szeretne, azt már végleges helyére lerakja, és akkor már csak arra kell várni, hogy mikor lesz egy olyan alkalom, hogy egy méhrajt be tudjon telepíteni. Ebből a rajládából aztán már viszonylag könnyű áttelepíteni akármilyen méhlakásban méheket. Átborítjátok? Igen. Hát illetve nem is átborítjuk egész pontosan, hogyha visszamész, akkor csak annyit szoktunk csinálni, hogy ugye ezek is előbb-utóbb fölhúzódnak ide a tetejére, és egy fürdőt alakítanak ki, és akkor le lehet szinte úgy venni a tetejét, hogy rajta van a fürdő nagy része, és akkor azt be lehet
ütni akár valamelyik kaptárba, vagy amilyen helyre akarjuk. És akkor utána a többi az, amit ott maradt, az persze, vagy azt fölborítom, és akkor kirázom belőle, vagy ugyanúgy kimennek aztán, és elfoglalják a végleges helyüket. Na, tehát, hogyha egy ilyen kasba befogtuk a méhcsaládot, mint ami itt látható, akkor lehetőleg minél hamarabb, de mindenképp még aznak kerüljön a végleges helyére, és onnantól kezdve a méhecskék ugye akkor elfoglalják azt a helyet, és másnap az történik, ahogy kivilágosodik, hogy betájolják magukat, ezt úgy nevezik, hogy betájolják magukat, ez azt jelenti, hogy ugye fölmérik a területet, hogy hol is van az új helyük, elkezdenek keresni nektárforrásokat, virágporforrásokat, és nyilván ezt tánccal elkommunikálják egymástól, és onnantól kezdve aztán már nem lehet mozdítani rajta egy méter sem. Tehát az nem működik, hogy na most egyelőre lerakom ide a kert végébe, aztán majd meglátjuk, mert majd, ha nem jó helyen van, akkor jövő héten átrakom 20 méterre arrébb. Ugye ez nem működik, mert szegény méhecskék már oda tájoltak be egyszer, tehát az azt jelenti, hogy ha arrébb rakom, akkor az a sok gyűjtő méhecske kimegy onnan, és a régi helyén keresi majd, ahogy visszajön a gyűjtésbe, a régi helyén keresi majd a kaptát, és szegények nem fogják találni. Na most ilyen piciket lehet rajta mozdítani, hogy egy-egy arasznyit egy nap esetleg, vagy fél arasznyit, mert annyit még ugye tudnak korrigálni. De mondom, tehát az nem működik, hogy én majd akkor kertbe átrakom, hogyha ez itt nem jó helyen van, akkor majd átrakom a túlsó végébe. Egyetlen egy módszerrel lehet ilyenkor áttelepíteni a méheket, hogy el kell őket vinni messzire. Tehát az azt jelenti, hogy legjobb mondjuk 10 kilométerre elvinni. Ugyanis egy méhecske gyűjtés során akár 4-5-6 kilométert is kimegy. És hogyha mondjuk elviszem adott esetben 4-5-6 kilométerre, akkor lehet, hogy pont egy olyan helyre viszem, amit már ismer, és onnantól megint a régi helyére fog visszamenni. Ha viszont elviszem 10-20 kilométerre, vagy tehát jó messzire, hogy biztos ne találjon vissza, akkor nekik, akkor ők újra be fognak tájolni. Onnantól kezdve ezt alkalmazzák a vándorméhészek, hogyha elmennek ugye vándoroltatni méheket, elviszik messzire, akkor ugye letelepítjük őket, és akkor másnap reggel nem tudják, hogy hol vannak, úgy viselkednek, mint egy raj, újra betárolják magukat, és onnantól kezdve aztán úgy hordanak. Tehát azt meg lehet csinálni, hogy elviszi az ember messzire, ott hagyja egy darabig, akkor ott el vannak, és aztán visszahozza a saját kertjébe, és akkor már utólag eldöntheti, hogy hova rakja, de ennél sokkal egyszerűbb az, hogyha eleve ki van alakítva a végleges helye. Most ennél nem volt olyan egyszerű dolgom, mert ezek nagyon korán rajzottak, nem is számítottam még ilyen korán rájuk, úgyhogy hát nem volt még kész a végleges helyük, tehát most azt csináltam, hogy befogtam őket ebbe a kasba, és hogy másnapra kész legyen, éjszaka építettem ezt a kis nádkunyhót nekik, hogy másnap reggel, amikor ők ugye már mennek ki, föl kell a nap, akkor ők már sínen legyenek, és egyből el tudjanak indulni. Tehát éjszaka megépítettem, gyorsan találtam egy rossz létrát, megépítettem ezt a kis nádkunyhót ezzel a deszkázattal, és akkor éjszaka még oda is raktam, és akkor másnap reggel már jönnek ki. Aztán, hogyha nagyon megszorul az ember, akkor van egy ilyen lehetőség, hogy pincébe rakja őket, mert ott ugye nem kell föl a nap, és akkor nem tudják, hogy azt hiszik, hogy még mindig éjszaka van, akkor nyerhet egy kis időt, de azért az a legjobb, hogyha végleges helyük kerül. Na, akkor menjünk tovább. Na, és aztán ugye egy rajnak nagyon nagy szüksége van a léprendszerre. Tehát az az első, hogy ők elkezdenek építkezni, hiszen azt lehet mondani, hogy egy mélény testének az a része a lép. Tehát, hogyha nincsenek lépek, akkor akkor nem tudnak ugye új sejteket létrehozni, tehát új méhecskéket, és akkor gyorsan elpusztulna a méhcsalád. Tehát ők amint betelepedtek egy ilyen új helyre, akkor elkezdik rohamosan építeni az új lépeket, és 2-3 hét alatt képesek egy ilyen kaptár teljesen kiépíteni, mint ahogy már látjátok is.
pár nap után, ahogy már fölül kialakulnak az új lépek, elkezdenek rögtön belepetézni, meg persze rögtön hordják már a nektárt. Mert hát mézre meg, illetve hát a virágport is, mert virágporra meg szükségük van. Na most azért, hogy legyen nekik egy kis tartalék, a méraj, amikor kirajzik, akkor elviszi a régi család mézkészletének egy jelentős részét. Hát hogy viszi el? Fölszívják, így van, fölszívják a mézgyomrukba. Nagyon nagy mennyiségű mézet el tudnak vinni, tehát egy raj akár elvihet egy-két kiló mézet is a régi családtól. És az neki egy olyan tartalékot jelent, hogyha mondjuk betelepszik egy új helyre, és akkor jön két-három nap rossz idő, esős idő, hűvös, szeles idő, nem tudnak gyűjteni, akkor se halnak éhen, hanem ők abból a tartalékból képesek egy pár napot átvészelni. De ettől függetlenül elkezdik az építkezést odabent, hogy amint az első olyan nap jön, hogy gyűjteni tudnak, akkor már rögtön tudják hordani a mézet. És aztán nagyon hamar kiépítenek egy ilyen kast. Látjátok, hogy amikor kiépítik, akkor még ilyen szinte teljesen fehér ez az új lép. És aztán idővel szép lassan sárga lesz ugye a virágportól, a nektártól, aztán elkezd barnulni, ahol a fiasítás létrejön benne, de ez az úgynevezett szűzlép, ez szinte fehér, azt lehet mondani, hogy fehér. Azt hiszem, hoztam is egy ilyet, ezen megnézem. Itt van egy kis darabka. Hát ez majdnem úgy néz még. Vagy új lép. No. És akkor az a kérdés, menjünk vissza egy kicsit. Az a kérdés, ugye, hogy hogy építik ezt a lépet? Miből építik? Mit gondoltok? Van-e gondolat, hogy miből építik a lépet? Gyűjtik valahonnan? Igen. Tehát ugye nem, ezt nem a természetben gyűjtik, van egy szintén egy mirigy, tehát alul a potrogukon vannak ilyen mirigy kivezetők, és ezt úgy mondják, hogy szinte kiizzadják magukból a méhek. Tehát a potrohuk kis kivezető nyílásain keresztül kiizzadják magukból, a lábukkal összegyűjtik, szinte összegyúrják egy kis gombolccá, és aztán azt helyezik el a megfelelő helyre. Ugye a lépnek van egy olyan tulajdonsága, ennek a méviasznak, amiből a lépeket építik, hogy ez viszonylag alacsony hőmérsékleten már lágyul. Tehát ilyen 50-60 fok körül van az olvadáspontja, és akkor elkezd folyni. Tehát azt lehet mondani, hogy ilyen 35-6-7 fokon, ahol, ami ugye a méh család belsejében van, annyira lágy lesz már, hogy megmunkálható. Na most, hogyha ezt kezetekbe fogjátok, itt ezen a még 20 fok sincs itt bent, ugye, ezen a hőmérsékleten sokkal merevebb ez a méviasz, és hogyha hideg, ha még hidegebb van, akkor meg szinte elkezd törni. Viszont ezen a hőmérsékleten nagyon jól tudnak dolgozni, tehát fölmelegítik ezt a magukból kiizzadt méviaszt, és ebből alakítják ki az egész léprendszert, a sejtektől kezdve mindent. Jó, mehetünk tovább. Na most ahhoz, hogy ők megfelelően tudjanak fejlődni, egy megfelelő méretű üregre van szükségük. Ezért mondtam azt, hogy nem elég nekik egy kis faodú, mint amivel egy cinkre már bele tud költeni, mert abból még csak-csak találnának. De olyan nagy méretű odút, amiben ők biztonságosan fejlődhetnek akár több éven keresztül, olyat nagyon nehezen találnak. Csináltak ilyen vizsgálatokat, hogy mi az optimális méret, és akkor azt találták, hogy ilyen 80-120 liter közötti szinte az ideális, de persze belemennek kisebbbe is. Természetben ugye ritkán találni ilyen nagy odukat, de azt lehet mondani, hogy ugye a 30-40 literes üreg alá nem is nagyon szeretnek belemenni. Na most egy ilyen mékas, mint ahogy amilyen ez is, ez egyszer lemértem, hogy nagyjából szűken 30 liter. Tehát ez éppen az alsó határa annak, ami még jó lehet egy mély családnak. Még egy kis viasz maradék van is benne, ugye ebben már voltak méhek, ezt is kell adni.
éppen ezért régen, ugye, amikor ezzel méhészkedtek, akkor ennek meg volt a külön technikája, hogy hogy kellett ezzel méhészkedni. Amikor már kezdték kiépíteni, akkor átdobolták, vagy hát sokszor le is ölték a méh családot benne, csak azért, hogy hozzájuthassanak a mézhez, de meg volt az a módszer is, hogy átdobolják egy üres kasba. Tehát nem olyan egyszerű ez a kasos méhészkedés, mint amilyennek látszik. Valójában egy nagyobb faüreg sokkal alkalmasabb lehet a méhek számára. Én azért megpróbáltam, meg csinálni is fogom, de úgy jártam már az első évben, hogy ez a májusi raj, ez júniusra már kinőtte magát. Kinőtte ezt az ekkora kast, és amit nagyon ritkán csinálnak a méhek, ez kirajzott a raj, amit betelepítettem, kirajzott még egyszer. Vagy bocsátott magából egy újabb raj, úgynevezett unoka raj. Elég ritkán fordul elő, de hát egyszerűen azért, mert ugye megszorultak, nem tudtak már tovább építeni, nem tudtak fejlődni, valamit kénytelenek voltak csinálni. Ezért aztán már a következő nyar csináltam, hogy egy magasítást adtam alá, amikor már elérték ezt a méretet. De hogyha magam fogom csinálni, akkor megpróbálok ennél egy még nagyobb kast fogni. Ugye ez nem olyan egyszerű ez a kasfonás. Van, aki tudja. Van, aki tudja. Igen, most télen gyakoroltuk a szakajtófonást, biztos többen tudjátok, hogy a szakajtó az gyakorlatilag ugyanezzel a technikával készül, a szalmafonás és a fűzvesző, a hasított fűzveszőből. Tehát jó pár nap egy ilyet megfonni. Ráadásul a méheknél fontos a falvastagság, és ugyanis a telelési időszakban fontos, hogy melegen tudjanak maradni, tehát a szigetelés miatt az a jó, hogyha minél vastag a falu. Tehát az ilyen vékony falut majdnem még célszerű leszigetelni is kívülről valamilyen. És még nem is mondjuk, hogy mit találkozunk. Ja igen, és akkor a legjobb, ha már gyapjúval is foglalkozunk, a legjobb módszer az lenne, amikor megláttam múltkor, Kriszta hozott haza egy szütyőt, egy nagyon szépen megnevezett szütyőt, mondom, na pont ilyet kell nevezelni, és akkor ezt rá lehet így szépen rakni a tetejére télen. Egy jó kis díszt is jelent, igen, és akkor az így pont ráilleszkedne, lehet rá motivumokat, mintákat is rakni. A jövő téli termünk az, hogy fognak egy kast, egy nagy kast, egy kicsit vastagabb falu, nagy kast, a Kriszta meg rá nem ezeli a kis borítóját, úgyhogy ezzel is lehet. Na, de az igazi az lenne, hogyha tudnánk szerezni egy olyan falut, amiben már van nagy falu készen, akár egy ilyen 70-80 literes is, mert az már biztos, hogy elég a méheknek. Mondom, ez a 30 körüli, ez szinte szűk, tehát inkább 40-től kezdődik az alkalmas, 40 litertől kezdődik az alkalmas mély lakásméret, de az ideálisan az a 80 liter körüli. Hát ez az, amit nehéz. Én már évek óta próbálkozok, már több erdésszel beszéltem erről, hogy ha látnak olyan idős öreg fát, amit nagy udóban, akkor szóljanak, de nem sikerült összehozni. Most megpróbáltam kifűrészelni és haragni, és elég nehézkes. Meg lehet valahogy csinálni, de nem olyan egyszerű. Erre találta ki Anasztázia azt, nem tudom, lehet, hogy néhányan ismeritek az Anasztázia könyveket, hogy ugye, hogy tud a mai modern ember legegyszerűbben ilyen méheknek alkalmas lakást kitalálni, hát megfelelő méretű fűrészárumból próbáljunk meg egy falöntő tálcát létrehozni. Tehát ugye ez a legegyszerűbb. Manapság már interneten lehet ilyeneket találni. Ugyan a könyvben még négyzet alapú van, de most már egyre inkább ezeket a 6-szög alapúakat, vagy van, aki akár 8-szög alapút is csinál. Ugye fűrészárukból, tehát ilyen 5 cm vastag pallókból csinálják ezt, és úgy vágják ki a lapokat, hogy 6-szög alapba összeilleszkedhessenek. És akkor ez egy fa rönköt utánoz. Most, hogyha ez kap egy tetőt, meg van borítás még, akkor gyakorlatilag hozzá se kell nyúlni a méhekhez szinte, vagy elméletileg nem is kéne, mert ők teljesen jó el vannak ott bent. Más kérdés, hogy onnan mézet elég nehéz elég körülményes kiszedni. De mély család az akkor ott jól érzi magát, az biztos. Na, menjünk tovább. Na, és akkor megpróbálunk végignézni egy-két kaptár típust, kastípust,
attól függ, hogy hogy nevezzük, hogy, hogy milyennek is jöhetnek szóba egy méhészkedésnél. És azon gondolkodom, hogy még a méhek életmódjánál egy-két dolgot el akartam mondani. Tehát ugye, tessék? Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy tehát, manapság ugye a méhészek a legegyszerűbb módszert választják, ezek az úgynevezett keretek. Ez így néz ki egy keret. Tehát ez minden oldalról létszerszegett, viszont keretek közé szorítja szó szerint a méheket. Tehát a méhek az odúban, amikor a lépeket építik, akkor egy ilyen íves lépet szoktak építeni, és pontosan úgy, mintha mondjuk egy láncot megfogna az ember így a kezébe, és akkor a lánc természetes módon lóg, pontosan ugyanazt az ívet követi a lépnek is a széle. Tehát, hogyha a szélesebb hely van, akkor ugye egy kevésbé íves lesz, hogyha keskenyebb helyük van, mondjuk egy kéménybe, vagy egy ilyen hosszabb üregbe, akkor inkább ilyen lefelé lógó lesz. De az íve ugyanaz, mint hogyha megfognék egy láncot, és attól függ, milyen szélességbe tartom, azt az ívet követi. Na most itt ezekbe a mai kattárakba a méhészek ezeket a kereteket használják. Hát itt már nem is kérdés, hogy ugye hogy tudnak építeni a méhek lépet, mert a méhészek ráadásul műlépet raknak be középre, ugye egy műléplapot, ezzel segítve a méheket, hogy ne kelljen nekik annyit építeni, mert hogy az építési energiát inkább műépítésre fordítsák. Tehát ez ugye már a gazdálkodásnak a következménye. Ugye a másik hátránya ezeknek a fajta kattáraknak, hogy ezek teljesen kocka alakúak. Most egy üreg, egy természetes fa, odó úgy van kialakítva már a belső szerkezete is, hogy ott a légmozgás egészen más, mint egy ilyen kocka alakú kaptárban. A hőmérséklet egészen máshogy alakul, tehát egy ilyen kocka kaptárnak a sarkai sokkal hamarabb kiülnek, a légörvények, ugye nekik ez létfontosságú, hogy megfelelő légörvények legyenek, nem csak a levegőzés miatt, hanem az illatanyagoknak az áramlása miatt, az is egészen másképp alakul egy ilyen kocka kaptárban. Tehát ez mind-mind energiát von el a méhektől, és nem fogják olyan jól érezni magukat egy ilyen kaptárba. Ennek aztán persze megvannak a következményei, hogyha nem érzik magukat olyan jól, akkor nem lesz olyan jó az immunrendszerük, nem lesznek olyan ellenálló képesek. És akkor egy ilyen kaptárban bizony sokkal könnyebben előfordul az, hogy bejön valamilyen betegség. Akkor a másik, hogy ugye műlépet helyeznek be ide középre, annak már megvannak a sejtméretei, tehát akkor nem csak azt határozzák meg, hogy a méhecske, hogy milyen irányba álljanak a lépek, és milyen alakúak legyenek, hanem már a sejtméretet is meghatározzák, hogy milyen sejtméretet alakítsanak ki a méhek. Az utóbbi, tehát amióta ez elterjedt, nagyobbak lettek ezek a sejtméretek, hogy ennek mi a pontos oka? Valószínűleg az, hogy több, nagyobb sejtbe, ugye nagyobb méhecskék kellnek ki, akkor azok intenzívebben többet tudnak gyűjteni. Lényeg az, hogyha engedjük őket szabadon építeni, mint itt a képen is látható, akkor egy picit kisebb lesz a cella mérete, a lépsejteknek a mérete, az átmérője is. Ez látszólag apróság, de mondjuk olyan esetben, amikor egy élősködővel kell megküzdeniük, ott már nem mindegy. Ugyanis mondjuk egy nagyobb sejtben lehet, hogy egy-két nappal hosszabb ideig fejlődik egy méhe. Tehát ugye sok hátránya van egy ilyen kaptárnak, egy ilyen keretes kaptárnak, de hát persze sok előnye is a méhész számára, még pedig az, hogy ugye a méheknek nem kell új lépet építeniük, hanem ők egyszerűen ezeket kiveszik, és pörgetőbe kipörgetik a mézet belőle. De mi maradjunk ennél a természet, ha már természetes méhészetről van szó, a természetes építésnél, és akkor ennek különböző lehetőségei vannak, hogy próbáljuk meg kialakítani, hogy a természeteshez közeli léprendszer alakuljon ki.
Na és akkor szerintem most menjünk oda, ahol a következő, igen. Na és akkor különböző alternatív típusok vannak, mindegyiknek az a lényege, hogy nem használnak kereteket, illetve nem használnak műlépet se, tehát rábízzák a méhekre, hogy ők úgy építsék a lépeiket, ahogy akarják, de mivel szeretnének ezek a méhészek is valamennyi mézet elvenni, ezért úgy alakítják ki a rendszert, hogy fölülről nyitható legyen, és lépenként azért az odaépített lépeket is ki tudják venni. Ennek az egyik módja a képen látható felső léces kaptár, amiben ilyen lépeket építenek. Így néz ki. Ugye el tudjátok képzelni, hogy ez lefelé szűkülő, tehát egy kicsit követi azt a természetes ívet. Nagyjából úgy is építik, csak a legvégén, amikor már ugye a falak nem engedik, akkor építik meg a sarkát, de azért a természetes ez már egész közel van. Illetve a másik, hogy nincsenek keretek, tehát itt csak azt szabjuk meg, hogy a lécek mentén párhuzamosan megfelelő távolságra építsék a lépeiket, hogy aztán ezt egyenként ki lehessen venni. Tehát ezek ebben a felső léces kaptárban sorra itt sorakoznak, egyik a másik után, és aztán a méhész maga dönti el a méh család állapota alapján, hogy most mennyi mézet veszel egyáltalán, vagy nem veszel. Tehát ez nyilván ez egy kis tapasztalatot igényel. Egy pár év után a méhész azért már meg tudja állapítani, hogy mennyi méhet. Majd mennyi mézet tud elvenni a méhektől, úgyhogy... Más méretű a sejtek. Igen, ezt körbeadom, csak erre vigyázzatok, légy szíves, hogy úgy tartsátok. Igazából így nem szoktunk lépet tartani sosem, most azért mutatom meg, mert ez üres, és tudom, hogy ilyen hidegben nem törik le olyan könnyen, de mondjuk, hogyha nyáron kivenném, akkor ez így szépen lefittyenne, de ezt mindig függőlegesen tartjuk, és így lehet forgatni. És akkor itt kétféle sejt méretet látunk. Középen ezek a kisebbek. Igen, középen ezek a kisebbek, itt ahol már barna terület volt, itt innen már munkás méhek keltek ki. És akkor itt vannak ezek a nagyobbak, innen kelnek ki a herék. Ugye a herék azok a méheknek a hím egyedei, amelyeknek gyakorlatilag nincs más feladata, csak a párzás, tehát ők a gyűjtésben egyáltalán nem vesznek részt. Bár mostanában már pedzegetik, hogy azért lehet, hogy más feladatuk is van, például ha megfelelő tömegben vannak, akkor ugye a hőháztartást, a megfelelő hőmérséklet megtartását segíthetik. De az tény, hogy ők a magában, a munkában egyáltalán nem vesznek részt, éppen ezért az évnek csak egy bizonyos időszakában vannak jelen. Tehát április körül elkezdik a herresejteket, elkezdi az anya szépen bepetézni, és aztán ugye ők fejlődnek a leghosszabb ideig, 24 napig fejlődnek, egy munkásméh egyébként 3 hétig, tehát 21 napig fejlődik, ők egy kicsit hosszabb ideig fejlődnek, mert nagyobbak is, ugye, 24 napig fejlődnek, és akkor 24 nap múlva, tehát már április vége, május eleje felé kikelnek az első herék, és aztán ez a herefiasítás az egész tavasszal, meg még a nyár első felében is intenzíven megvan. Aztán, ahogy nyáron bejön az aszályosabb időszak, már a tartalékaikra figyelnek, kezdenek el figyelni a méhek. Tehát azt lehet mondani, hogy körülbelül a nyári napforduló idején, tehát június vége felé, ugye akkor leáll a legtöbb méh család, természetes módon leáll a here fiasítással, és onnantól kezdve már nem nevelnek új heréket. Új herék persze még egy jó ideig életben vannak, de aztán ahogy szűkülnek a készletek és közeledünk a nyár vége felé, augusztus az már a telelésről szól a méheknél. Tehát augusztus az már, ott már komoly gyűjtés nincsen, ott már szinte eldőlt, hogy milyen mézkészlettel fognak ők telelni. Akkor dől el, hogy egyáltalán képesek voltak-e annyi mézet összeszedni, amennyi elég a telelésükhöz. Persze, ha nem veszünk el tőlük semmit, akkor jó eséllyel előbb is lesz ez. És ilyenkor már nem engedik a heréket se oda,
a mézhez, tehát a herék egyszerűen, sőt ki is hagyják őket, tehát ki zavarják őket, és akkor a herék egyszerűen éhen halnak. Hát nekik ez a sorsuk, elvégezték a dolgokat, tehát ősszel már nincsenek herék, és ők nem is telelnek át, hanem aztán a következő tavasszal újra kialakulnak. Na most, hogy mi dönti el, hogy here lesz egy méhecskéből? Hát az, hogy azt az anya dönti el méghozzá úgy, hogy milyen petét rak a megfelelő lépsejtbe. Ugyanis, hogyha normál ilyen munkás sejtbe rak petét, abból mindig egy nőstény dolgozó fog kikelni. Tehát az összes dolgozó az nőstény. Tudjuk, el? Tudjuk. A helyét csak elérni. Viszont, hogyha egy ilyen nagyobb cellába kezd el, egy ilyen nagyobb sejtbe kezd el petézni, akkor ő meg nem termékeny sejteket rak, nagyon érdekes módon. Na, természetben ez így történik, hogy, és ezekből a meg nem termékenyített petékből fognak kifejlődni aztán a herék. És mivel, hogy meg nem termékenyítettek, genetikailag 100%-ig megegyeznek a gondokkal. Tehát ez lényegében az anyjuknak a főfogható úgy, mint a mélény hímival sejtjei. Ugye, ha belegondolunk, egy emlős szervezetében is úgy működik, hogy rengeteg hími valsejtet bocsátanak ki, tehát itt a méhek is ezt csinálják, hogy sok ezer hími valsejtet bocsátanak ki a szaporodási időszakban. Ezek a herék aztán kimennek a méh családból, nem a saját anyjukkal fognak párosodni, hanem a tájban itt-ott kialakulnak ilyen párzó helyek, ahol a herék mindenféle kaptárban, mindenféle méh családból jönnek, és ott egy ilyen nagy felhőben gyülekeznek. Ilyet azért elég nehéz meglátni, de ilyenek vannak, és az új anyák aztán, amikor kikelnek és párosodniuk kell, akkor egy ilyen helyre fognak menni, hogy bepárosodjanak. Szóval ebből kelnek ki a méhelék. Aztán persze, hogy múlik az idő, és már nem fiasítanak többet a herefiasításban, akkor elkezdenek ezekben a nagyobb sejtekben is mézet hordani. Tartsuk egy szünetet lassan? Én arra gondoltam, hogy ha a mézről mondasz egy pár szót, akkor utána csinálnék egy kis diós mézet, mert a diót már itt megkutoltuk. Mert tehát is, csak akkor mutasd be a mézetet, és akkor aztán már is hasznosítjuk. Jó. Na, tehát ugye Magyarországon divat a fajta méz, de ez szinte a nagyüzemi méhészkedésnek a terméke, ugyanis a fajta mézre az jellemző, hogy egy növényfajtáról gyűjtik azt, ami viszonylag rövid virágzási idejű, tehát általában csak egy-két hét szokott lenni, legyen az akác, vagy repce, vagy bármi. Nem az van, hogy most egy hónapig vagy még tovább gyűjtenek arról, hanem tényleg csak rövid ideig. Na most ahhoz, hogy olyan fajtájú mézet tudjanak gyűjteni, az először ki kell szinte üríteni a méh családnak a mézkészletét. Csak a fészekbe szoktak a méhészek hagyni valamennyi mézet olyankor, hogy nyilván a fiasításnak valamennyi kell. De tudják már, na most indul az akác, akkor most gyorsan kipörgetek mindent, ami előtte volt ugye az alföldi körülmények között a repce szokott lenni. Kipörgetik az összes repcét, ott a sok üres lépsejt a keretekben, és abba aztán tudnak belegyűjteni a méhek, és nagyon intenzíven fognak gyűjteni, mert ugye azt látják, hogy üres a raktár, gyerekek, most már dolgozni kell. Ráadásul, hogyha sok munkás méh van, akkor képesek is arra, hogy néhány nap alatt akár kilószám hordják be a nektár, amiből aztán ugye több kilónyi méz lesz. Tehát így tudnak fajta mézet csinálni. A természetes méhészkedésnél ez sokkal nehezebb, mert ott nem vesszük el olyan sűrűn a mézet, sőt, hát nagyon keveset veszünk el, és inkább megvárjuk, hogy ugye telítődjön az egész méh család, és általában csak a széléről szoktunk elmenni valamennyit. Akkor, ha elveszünk, attól függ, hogy milyen módszerrel, de általában azt se pörgetjük ki, hanem valamilyen módon kipréseljük, tehát házi körülmények közt ez elég egyszerű, mert fogja az ember, fog egy ilyen lépet, mondjuk, hogyha ebben nincs fiasítás, a szélén van valahol, és tele van mézzel, és mondjuk jó időben, májusban van még, vagy júniusban, amikor még jó hordás van, akkor nyugodtan kiemelhetek néhány ilyen lépet a széléről, ahol nincs benne fiasítás, és akkor egyszerűen ugye az ember lerázza meg, lesöpli egy tollal a méheket, és akkor
beviszi, levágja egy késsel, és az üres lécet vissza is adhatja, úgyhogy lehet folytatni az építkezést szintnéheknek. De akkor lépesmészhez jutott. Ugye a lépesmészben meg valahogy ki kell nyelni a mézet, ha csak nem lépesmészként esszük, hát úgyis nagyon finom, de azért nagyon sokat úgy nem szoktunk fogyasztani. És azt pedig mi úgy szoktuk csinálni, hogy belerakjuk egy fazékba, egyszerűen ahogy így össze van vagdosva kis darabokra, krumplimot nyomóval összenyomom, szépen egy szűrőn keresztül át, vagy fölöntöm, és akkor az egy éjszaka alatt szépen lecsülök az egész, és akkor ott van az olyan tiszta méz, ami egy kicsit azért más, mint a pörgetett méz, mert ebbe ugye belekerül még a virágpornak is sokszor egy része, az úgynevezett mékenyér. A mékenyér az abban különbözik a virágportól, hogy ez már egy érlelt virágpor. Tehát ilyen szempontból sokkal jobban emészthető még az ember számára is, mint a frissen gyűjtött virágpor. Ugye azt szokták árulni a virágport, de valójában az elég nehezen emészthető. Viszont a mélypentő, ami már ebben érlelődik, azt ugye a mikrobiális tevékenységek elkezdik földolgozni, úgyhogy sokkal hasznosíthatóbb formátumba kerül, mint maga a virágpor. Tehát mondjuk úgy, mint amikor egy savanyú káposztát, mint egy káposztát megsavanyítjuk, és föltárolik egy csomó minden. Vagy a kovászos kenyér, igen, hogy nem nyersen esszük a lisztet, hanem tehát hogy ezt a méhek természetes módon csinálják a saját kis raktáraikban, ők méhekenet csinálnak. Na és ez belekerül ebben a mézbe, és akkor ez egy egészen más jellegű méz lesz, mint egy pörgetett méz. És éppen ezért, mivel hogy ezt évente csak egyszer, kétszer szoktuk, ugye elmenni, általában összegyűlik, és akkor akácra megy vegyes virágméz, és akkor egy ilyen vegyes, szerintem egyébként sokkal finomabb jellegű méz keletkezik belőle, mint egy fakta méz. Odaadom akkor. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. És akkor gyorsan veszitek külön a recettet, és ezt lesz a recept? Nem azt mondjuk, melyik kaptárból. Hogyha ügyes az ember, akkor egy ilyen lépet is ki lehet törgetni, de azért megsérül, nem biztos, hogy sikerülni fog. De hogyha egy ilyet sikerül kipörgetni, akkor azt vissza lehet neki adni. Én azért pörgetek még, meg nekem van otthon még eredeti olyan, amivel én elkezdtem méhészkedni, itt az egyik okosztaszerű méhésztőt tanultam, hogy méhészkedni, tehát még azok a kaptárok megvannak nekem, amiket tőle kaptam, és már csak összehasonlításképp is megtartom, hogy lássam egyáltalán, hogy azok hogy működnek ezekhez az alternatív módszerekhez képest. Úgyhogy én szoktam pörgetni is, ez éppen egy pörgetett méhész egyébként, amit most fogunk enni. De hát ez is hozzá tartozik. Következő adásunkat március 11-én pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaici magazinműsorunkkal, valamint aktuális rendezvényfelvételénk jelentkezünk. Kedadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még pénteki adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!